Köszöntöm Önöket, a fogadórát látják. A mai adásban Rákos Csaba Újtelep 2018-ban megvalósulni kívánó beruházásairól fogok beszélgetni vendégemmel. Köszöntöm a stúdióban a kerületrész önkormányzati képviselőjét, Horváth Tamást üdvözlöm. Én is üdvözlöm a kedves nézőket. És kezdjük talán a legnagyobb vasúti közlekedést érintő beruházással, ugye a Rákos 60 vasútvonal rekonstrukciójával, ami ugye elkezdődött és jelentősen érinti a kerületrészt is. Milyen tekintetben? Hát nagyon nagy tekintetben, azt kell, hogy mondjam, hogy kemény két év elé nézünk, főleg azok, akik ugye a vonattal járnak munkába, hiszen már megkezdődött, ugye akik járnak a területen, azok látják, hogy már a munkások már megkezdték, mondjuk az erősáron kábel fektetés például most már folyik. Ugye volt egy lakossági tájékoztató ezzel kapcsolatban a vigyázomat, kaptunk egy részletes tájékoztatást az ütemtervekről. Hát nagyon kemény lesz a munka, hiszen teljes pályarekonstrukció fog megvalósulni, ami azt jelenti, hogy például Rákos Csaba a vasútállomás, ugye a közvetlen körzetemben, hogy a peronok is át lesznek helyezve. Most megcserélődik az egész ugyanúgy, mint Ligeten és Újtelepen is van, hogy középen fog futni a vágány, és két oldalt lesznek kihelyezve a peronok. Ami viszont nagyon pozitívuma lesz ennek a beruházásnak, tehát egyrészt az, hogy a zajterhelés kevesebb lesz, hiszen a pálya már korszerű technológiával fog épülni, rezgéscsillapítástól kezdve. A zaj ártalom csökkentés is benne van a programban, hiszen a lakott területek mellett végig zajvédőfal kerül kiépítésre. Ezen felül nagyon fontos még az, hogy a peron végeken, tehát ahhoz, hogy az állomást meg tudjuk közelíteni, a Szent Imre Herceg úton például mindkét peron végén gyalogos átkelőhely létesül, az egyik ugye az a Naplás úti csomópontnál lesz, ami nagyon égető, hiszen jelenleg nagyon nehéz átkelni ezen az útszakaszon, nagyon nagy a forgalom. A másik pedig ugye a Szent Imre utca 67 körül lesz, pontosan majd akkor derül ki, amikor már felfestésre került a gyalogos átkelője, tehát biztonságosabban tudjuk megközelíteni majd a peronokat. Ami még fontos, hogy a P plusz L parkoló is bővülni fog, ez a Ceglidi Mihály utcai oldalon kerül bővítése. Amit még mindenképpen fontosnál elmondani, hogy lesz egy korszerű utastájékoztató, és végre valahára lesz egy fedett beálló is a peronon, hiszen 2006 óta, amikor valaki sajnos egy éjszaka leflexelte a várót, azóta a MÁV-nak nem sikerült újat kihelyezni, de most egy sokkal komolyabb szerkezetű perontetőt fog kapni az állomás, úgyhogy bízom abban, hogy a utasok, akik várakoznak a vonatra, azok most már legalább az esőtől védve lesznek. Amit még talán érdemes elmondani az, hogy lesz egy nagyon komoly közúti beavatkozás, és hiszen a Tarcsai-Ceglidi Mihály úti vasúti sorompóhoz meg fog szűnni, helyébe egy felüljáró fog létesülni a lakott területen kívül, tehát a Martin utcától, ha nézzük, akkor a Rauch felé, a Martin utcai házaktól 80-100 méterre fog átmenni a vasút felett egy felüljáró, ami majd vissza fog csatlakozni a Ceglidi Mihály utcára. És ennek a beruházásnak a keretében ugye sikerült a NIF ZRT-től, aki ugye az egész beruházásért felelős, kicsikarnunk még egy lámpás csomópontot a Ceglidi Mihály Péceli úti csomópontba. Úgyhogy bízom abba, hogy egyrészt ez az átkelési könnyebbség, hogy nem kell a sorompónál átcsorogni nagyon sokáig, és ugye nagyon föl tud telni a Ceglidi Mihály és a Tarcsai út is. Másrészt a Tarcsai útról és a Szent Imre Herceg útról levisz egy jelentős forgalmat ez a közvetlen felüljáró kapcsolat. Úgyhogy a Tarcsai úton lakók kicsit fellélegezhetnek, hiszen a forgalom egy jelentős része az nem is fogja érinteni a Tarcsaitot, hiszen a nullásnak a lehajtó ága is meg fog változni. A felújítás alatt azonban lesz egy jelentős forgalmi változás, forgalom korlátozás, ami az autósokat és főként a vonattal közlekedőket érinti. Ez majd hogyan lesz megoldva? Így van, már a forgalmi változás már most is van, hiszen Isaszeg és Gödöllő között már elkezdődött ugye a pályafelújítás, ott már át kell szállni buszokra, és úgy megy a forgalom. Tehát itt is jelentős forgalomváltozások lesznek a időszakok, ahol csak óránként fognak menni a vonatok sajnos. Igazából a komolyabb beavatkozás az júniustól kezdődik meg,
onnantól kezdve sajnos lesznek fennakadások a forgalomban, tehát mindenkinek készülni kell arra, hogy lehet, hogy egy vonattal előbb kell, hogy elinduljon a munkába. Ugyanúgy az vasúti átjáróknál is lesznek majd problémák, nyilván lesznek szakaszosan olyan átjárók, amik le lesznek időszakosan zárva. És akkor talán még annyit, hogy párhuzamosan, hogy elkezdődnek már a felüljárók, ugye a Cinkotai útonál is lesz egy felüljáró és a Tarcsiótnál az alépítmény munkátok. Tehát a felüljárók azok sajnos a beruházás végére kerülnek átadásra majd. Tehát az még, arra még várnunk kell legalább másfél évet, hogy ez birtokba vehessük és tudjuk használni. Tehát akkor az ütemezés tekintve 2020 a vége, és akkor az előtti időszak lesz a legkritikusabb ilyen szempontból, Rákosmentét érintve a felújításokat? A legkritikusabb az, az idei évben lesz, amikor a vágányépítés folyik, hiszen várhatóan csak egyvágányú vonatközlekedés lesz, és emiatt azért jelentős fennakadások lesznek elsősorban a vasúti közlekedésben, úgyhogy mindenkinek a türelmét kérjük. Bízunk abban, hogy egy korszerű utas bonyolítás lesz majd, hogy úgy mondjam, utasszállítás lesz majd ezen a vonalszakaszon is. Úgyhogy hát utoljára ugye 1987-ben volt itt egy komolyabb felújítás, azóta komoly felújítás nem történt ezen a pályaszakaszon. A végeredmény kiváló lesz, szóval hát reméljük, hogy megéri rá majd mindenképpen várni. Folytassuk a közlekedéssel, ugye a Pécsely út felújítása is elkezdődik idén. Igen, az idén tervezi Budapest fővárosa Pécsely útnak a Zrínyi utcától egészen a városhatári terület szakaszának a teljes felújítását, ami azt jelenti, hogy teljesen új aszfaltszőnyeget fog kapni, néhány szakaszon teljes pályatest építés is történik, de ami a legfontosabb, hogy a csapadékvizelvezetésre is külön gondot kell fordítani, új árkok lesznek kitisztítva, szikkasztó kutak kerülnek elhelyezésre, hiszen jelentős szakaszon problémát okoz a csapadékvíznek a kezelése. Ugye az elvezetés, az ma már lassan ott tartunk, hogy a csapadékvíz elvezetésről nagyon nem is tudunk beszélni, hiszen helyben kell a csapadékvizeket kezelni, mert sajnos a Rákospatak is korlátozott a befogadó képessége a Rákospataknak, és nem is engedi be az FCM korlátlanul a vizet, ugye ez egy árvízvédelmi szakasz is egyben, ugye a belvárosi szakaszoknál akkor problémát okoz, hogyha innen minden víz akadálytalanul be tud menni, ezért sajnos nekünk is fájni fog ez majd pénzügyileg, hiszen bármilyen új utcákat vagy csapadékvizelvezető rendszereket terveztetünk, sajnos már kötelezve leszünk arra, hogy tározókat kell, ideiglenes tározókat kell építenünk, ami nagyon sok-sok millióba fog kerülni, úgyhogy ma már így kell gondolkodni. Két dolog miatt is, egyrészt, mint mondtam, a patak befogadó képessége miatt, másrészt ugye azzal, hogy a vizet elvezetjük, azzal sajnos azt érjük el, hogy a mi területünk viszont folyamatosan ki fog száradni. Tehát mindenképpen arra kell figyelnünk most már vízgazdálkodási szempontból is, hogy a csapadékvizet amennyire lehet helyben kell tartani, helyben kell elszikkasztani, hiszen a növényeinknek is szüksége van a vízre, és ha ezt nem tudjuk megoldani, akkor szép lassan elsivatagosodunk majd. A legutóbbi beszélgetésünk egyik örömteli híre volt a Diadal utcai játszótér átadása, azóta sikerült-e belakni a családoknak? Igen, én úgy gondolom, hogy bár kicsit késő összeadtuk át, ugye igazából a tavaszi és a nyári időszak, ami ebből a játszótér szempontból nagyon fontos, de egész télen láttam, nagyon sok szülő jár ki, sőt az óvodásokat is néha kiviszik a játszótérre, úgyhogy ugye úgy terveztük a felújítást, hogy kicsiknek, nagyoknak és a legnagyobbaknak is, tehát felnőtteknek is van úgymond játszóeszköz, ugye fitness eszközöket is helyeztünk el, ráadásul egy napelemes lámpát is helyeztünk el, hogy a téli korai sötétedés miatt is lehessen használni, elsősorban a felnőtteknek ezeket a fitness eszközöket. Én úgy látom, hogy nagyon nagy örömet okoz ez a játszótér felújítás, és nagyon sokan használják, most már belakták, úgyhogy bízom abban, hogy ez töretlen lesz ennek a játszótérnek a használata. A múltkori beszélgetésünk másik nagyon fontos témája volt a naplásúti kerékpárút. Akkor még az engedélyezés fázisánál tartottunk, ez most azóta hol tart? Hát ott tartunk most már, ez is egy pozitívum vagy jó hírként tudom mondani, hogy megvan az engedélyes tervünk, tehát most már a közbeszerzés van a hátra, a kivitelezőnek a kiválasztása, de ugye egy nagyon fontos dolgot nekünk előtte meg kell tennünk, ez pedig az, hogy a Drégely-Palánk utca és az Aranykút utcai közti szakaszon a csapadékvíz csatornát nekünk meg kell építeni. Ezt mindenképpen a kerékpárút előtt kell megtennünk, mert addig nem tudjuk megépíteni a kerékpárutat.
Ennek a közbeszerzése most már lezajlott, megvan a kivitelező, hamarosan a szerződéskötése kerül sor. Kis fennakadás nyilván a naplás úton emiatt lesz, mert közlekedési problémák meg korlátozások lesznek, de ezt sajnos meg kell, hogy tegyük, meg kell csinálnunk, úgyhogy ennek a megépítése után tudjuk a kerékpárutat megépíteni, hogy várhatóan az ősszel már át tudjuk adni a kerékpárutat is, ha minden jól megy, egészen a 16. kerület határáig, hiszen ez a mi szakaszunk, ez a tervezési szakasz, ez a Szent Imre Herceg utcától tart a naplás tóig, ott az ottani kerület határig, és bízom abban, hogy a 16. kerület is sikeresen tervel rendelkezik, és ők meg szemből ugye egészen a Cinkotai úttól fogják építeni a kerékpárutat, és így össze fogunk érni, aztán az a kerékpárút tud csatlakozni majd a Simongát utcai kerékpárúthoz, hogy így egészen 16. kerületbe el tudunk barangolni kerékpárral majd, úgyhogy bízom abban, hogy ez is nagyon sok embernek fog majd örömet szerezni. És szerencsére az intézményekről is tudunk beszélni ez alkalommal, és méghozzá a Ne Felejts bölcsödéről most ezzel kapcsolatban tud jó hírekkel szolgálni. Igen, nagyon régi adósságunk a bölcsöde felújítása, és most ugye pályáztunk a intézménnyel felújításra, de sajnos ez a intézményünk nem nyert, másik két óvodánk nyert, ezt nem sikerült sajnos nyertes pályázatként elkönyvelnünk, így az önkormányzat saját forrásból fog nekiállni a felújításnak, ami nagyon komoly lesz, hiszen az épület, ugye Rákos Csaba ütelepen, akik laknak, azok nagyon jól tudják, hogy a talaj itt elég speciális, az úgynevezett duzzadó anyag van jelen, ami azt jelenti, hogy esőben ugye megdagad, szárazságban kiszárad, és ezáltal mozog, és az épületeket is vígan tudja emelgetni, és ahogy mozognak az épületek, nagyon sok repedések vannak, valamint ugye most csináltunk egy úgynevezett talajdiagnosztikát, amivel azt állapítottunk meg, hogy sok helyen, sajnos az alapozás annak idején a 70-es években nem úgy készült, hogy az elő volt írva, és emiatt tudja a talaj az épületet ilyen könnyen mozgatni, ami számtalan repedést okoz a falakon, meg a burkolatokon, úgyhogy most egy mikrocörepedéssel fogjuk kezdeni a felújítást, ami egy bevált jó technológia, ezzel fogjuk stabilizálni az épületet, és minden egyéb felújítást csak ezután tudunk sajnos megvalósítani, úgyhogy ehhez nagyon sok türelem kell majd szülőktől is, és az intézmény dolgozóitól is. Várhatóan júniusban neki tudunk kezdeni, és szinte egész nyáron felújítással fogunk foglalatoskodni, hiszen ilyen fúrások, zaj mellett a pici babákat nem lehet ebben az épületben tartani, tehát az önkormányzaton meg kell szervezni azt, hogy a csoportokat hova tudjuk, melyik másik intézménybe tudjuk áthelyezni, és akkor neki tudunk állni. Ugye a mikrocörlepedés, mint említettem, azzal fogjuk kezdeni, majd utána jön minden egyéb felújítás, tehát teljes burkolatfelújítás lesz, a fűtésrendszert korszerűsítjük, a tetőt újra átépítjük, hogy a beázásokat meg tudjuk szüntetni, és belső átalakítások is lesznek, tehát kicsi falátrendezések is lesznek ebben a programban. Reményem szerint a sószobát is meg tudjuk végre építeni. Eddig ugye a felújítás ezt is gátolta, hiszen nem tudtuk, nem akartuk igazából addig megépíteni, még nem dől el az épületnek a felújítási sorsa, de most már megszületett a döntés, úgyhogy bízom benne, hogy ősszel már egy felújított épületben fognak tudni visszamenni a pici babák. Szintén visszatérő témánk szokott lenni a gyalogátkelő helyek létesítése, ezek tekintetében várhatóak újabbak. Igen, folyamatosan próbáljuk, hogy egyrészt közlekedésbiztonsági szempontból, másrészt lakossági igényeknek is megfelelően gyalogos átkelőket. Ugye azt tudni kell, hogy a gyalogos átkelőek létesítése az a főváros hatáskörébe tartozik. Folyamatosan ostromoljuk a főváros, hogy hova szeretnénk, a kerület számos pontjára van igény, hogy legyen gyalogos átkelőhely. Ugye az én körzetemben elsősorban, ugye, amit már említettem, a vasútfelújítás kapcsán kettő mindenképpen meg fog épülni a Szent Imre Herceg úton. Mi most terveztettünk még a naplásúti csomópontban még egy gyalogos átkelőhelyet, hiszen mindkét oldalon át kell, hogy tudjunk jutni a buszmegállóhoz és a vasúti megállóhoz is. Tehát itt igazából három
lengyelos átkelőhely fog megépülni, valamint az önkormányzat saját költségén most megtervezteti a Tarcsay úti busz végállomásnál az átkelőt, hiszen ezt próbáltuk az fővárosi önkormányzatot többször is már kérni, eddig még nem talált, úgy látszik, meghallgatása a kérésünk, és most úgy döntöttünk, hogy mi megterveztetjük, majd a terveket át fogjuk adni a fővárosnak, és kérni fogjuk ennek a megépítését, hiszen végállomáson leszállnak az utasok, nem tudnak átmenni a másik oldalra, hiszen ott van a járda és a túloldalon, és a lakóházak is, hiszen ott a végállomásnak ezen a részén nincs is lakóház, nem is lakóvezet az a része. Tehát mindenképpen át kell, hogy vigyük valahogy az utasokat a másik oldalra, hogy át tudjanak menni biztonságosan, hiszen nagyon nagy a forgalom a Tarcsay úton. Ha már a járdákat említett, akkor beszélgetésünk utolsó témája a járdák felújítása, hogy ezek hol várhatóak? Igen, a járdák felújítása, ugye, ha már Tarcsay útnál tartunk, ugye ez szintén fővárosi hatáskörbe tartozik, itt is évek óta ostomoljuk a főváros, hogy legyen kedves most már, ha Harsonál utcáig felújította a Tarcsay úton a járdát, akkor legyen szíves már Harsonál utcától a Almásháza utcáig befejezni. Tehát most egy újabb ígéretünk van arra, hogy az idei költségvetésben megpróbálják ezt belepréselni. Én bízom abban, hogy idén most már végre sikerülni fog. Ezen kívül ugye én a körzetemben korábban is elmondtam, hogy elsősorban a fő gyalogos közlekedési utakat újítottuk fel, mint a Naplás út, a Hidas Németi út, ugye nekem ez volt a szívügyem, hogy a vonatra nagyon sokan mennek, ugye a gyalog, hogy legalább oda el tudjanak jutni normális szintű járdákon. Most már nekiálltunk a kereszt utcáknak a felújításánál is. Hát azt tudni kell, hogy egy-egy utcaszakasz teljes felújításhoz több millió forintba került, tehát csak lassan, lépésenként fogunk tudni haladni. De ez is elkezdődött. Ráadásul ugye most nekem a körzetem kiegészült ugye a Péceli útig a patak túloldalával, tehát ott is nagyon rossz állapotok a járdák, tavaly például a Bördöce utca teljes szakaszán felújításra került, és remélem, hogy örömmel vették birtokba az ott lakók is. Most jártam én is arra, nagyon szépen meg lett építve a járda, úgyhogy mindkét területre figyelnem kell ebből a szempontból. Úgyhogy haladunk, és majd 4-5 éven belül szerintem a teljes körzetnek a rossz állapotú járdai el fognak tűnni. Én eredményes munkát kívánok ezen beruházásokhoz, és köszönöm szépen a beszélgetést. Én is köszönöm. Önöknek pedig a figyelmüket köszönöm, meg tartsanak velünk legközelebb, és viszontlátásra.